2017 óta, vagyis immár hatodik éve támogatja a Halmet Köfém Kft. Az Alba Innovár Digitális Élményközpontot. Az idei támogatás mértéke közel 20 millió forint. Ennek köszönhetően többek közt a nyári táboroztatást teljesen ingyenesen tudják majd megoldani, ahol robotkísérletezés, okos otthonok tervezése, illetve okos városok építése is színesíti majd a programokat. De az összegből más projektek fejlesztése is megvalósul, például 9 iskola pedagógusainak bevonásával egy központi tudástárat is létrehoznak. A célunk az az, hogy Fehérváron kivétel nélkül minden, tehát az összes pedagógus, ez vegyen részt majd ebbe a rendszerbe, és ők saját maguk a mindennapjaikat tudják majd digitális óravázlatokkal segíteni, illetve nem csak a vázlattal, hanem egymást is tudják segíteni iskoláktól függetlenül. Katus István, a Halmet Köfém Kft. Ügyvezető igazgatója a sok éves együttműködés fontosságát emelte ki a támogatás kapcsán. A mostani támogatás egy elkötelezettséget jelent számunkra. 2017 óta minden évben támogattuk az Alba Innovárt, támogattuk azért, mert az a program, az az ötlet, az a jövőkép, amit ők összeszedtek, az egybecseng a vállalatnak az érdekeivel, rövid, közép és hosszú távú érdekeivel, ami az, hogy olyan fiatalok kerüljenek ki az egyetemekről, középiskolákból, általános iskolákból, akik a digitális tudással fel vannak fértezve. Cserpalkovics András polgármester a város fejlődésének szempontjából és országos viszonylatban is kiemelt jelentőségűnek nevezte a Halmet és az Alba Innovár együttműködését. Nagyon fontos azzal foglalkoznunk, hogy hogyan tudjuk a fiatalokat felkészíteni, kompetenciákkal ellátni készségeiket, segíteni, kibontakozni azokon a területeken, amik majd őket körül fogják venni a mindennapi életben is, és majd a leendő munkahelyükön egyaránt. A polgármester hozzátette, hogy az Alba Innovár létrehozásának és működtetésének elengedhetetlen feltétele azon cégek támogatása, amelyek segítségével még professzionálisabbá válhat a meglévő tudásanyagok átadása a következő generációk számára.